Sziasztok, én Dalos Zoltán vagyok a DLX Médiától, és itt vagyunk ma a WebShipi központjában, itt van velem Perényi András, szia! Sziasztok! És ugye volt már több beszélgetésünk korábban, beszélgettünk például erről a dashboard falról is, dashboard TV-ről, ugye, hogy milyen folyamatosan nézitek azt, hogy milyen csomagszámok vannak, és hogy működtök. És arra gondoltunk, hogy ebben a mai videóban bemutatjuk nektek a csomag útját, hogy mi is történik egy megrendelés után. Nagyon izgalmas. Igen, sokan kérdezik tőlünk is egyébként, hogy mi történik azután, hogy egy webáruház, egy általunk kezelt webáruházban leadnak egy rendelést, milyen folyamatok zajlanak a háttérben, és arra gondoltunk Zolival, hogy ezt mutatjuk meg most. Jelenleg hány webáruházat szolgáltok ki? Egészen pontosan 1740 kereskedő van nálunk, ebből kb. 600-an vannak, akik saját termékeikkel vannak itt nálunk, ez kb. 1,2 millió terméket jelent itt a raktárban, ugye ez az elsődleges teljesítési központja a WebShipinek, közel 10.000 négyzetméteren. Ezek a webshopok, ezek ugye mind itt vannak termékekkel, és gyakorlatilag innen történik a kiszolgálás, vagy másnapra, vagy akár aznapra is. Na és Andi, szerinted hogy demozzuk a legjobban a csomag útját? Szerintem rendeljél terméket. Na, nem is baj, nem beszéltünk össze, de pont szükségem van egy telefontokra, úgyhogy rendeljünk egy telefontokot akkor. Nyilván olyan ügyfelet választottunk, akinek már működik az aznapi kiszállítás, mert azért ezt is szerettük volna megmutatni. A Talkshop egy ilyen ügyfél, úgyhogy hát ha már új telefonod lesz hamarosan, akkor meg is rendelted hozzátokat. Például telefontokat a Talkshoptól tudsz rendelni. Alapvetően ez az egyik legnagyobb telefontok értékesítő webáruház. Ugye náluk már bekötöttük az új szolgáltatásunkat, a WebShipi Priót. Amint most megrendelsz terméket, most ugye mennyi van, 3-12 nagyjából, ezt a futár még ma este 6 és 10 között ki fogja szállítani neked. A WebShipi Priónak az a lényege, hogy amit tulajdonképpen te délután 5-ig megrendelsz, azt még aznap este 6 és este 10 között kiszállítjuk Budapest területén. Ezt úgy oldottuk meg, hogy van egy WebShipi Prio plugin, amit lefejlesztettünk az ismert webshop motorokhoz, és tulajdonképpen ez a plugin, ez a vásárlás folyamatában a vásárlónak meg tudja mondani, hogy az adott termék az ő általa kiválasztott irányító szám szerinti címre gyakorlatilag teljesíthető-e a Prio szolgáltatásával. Van-e a termékből, ki tudjuk ezt szállítani. Tehát ezt élőben látja, és hogyha ezt a lehetőséget választja a vásárló, akkor még aznap ugye meg is kapja a terméket. Itt akkor ellenőrzöm a rendelési adatokat, és sikeresen lezárult, most van 11.43. Ugye megrendeltük a terméket délelőtt kicsivel, teljesen véletlenül van nálunk egy stopper, úgyhogy indítsuk is ezt el, az óra forog, és megnézzük, hogy hány óra alatt érkezik meg a csomag este hozzánk. Gyakorlatilag innentől kezdve megkezdődik a csomag előkészítése, legyenálják a háttérfolyamatokat, és elindul a picking eljárás. Hol van ez a termék most? Ez van, ez a termék, ezt igazából a rendszer tudja pontosan, hogy itt két picking eljárásunk van. Ugye most érünk át a hagyományos picking eljárásokról, illetve a hagyományos tárolási metódusokról, a robotos tárolásra. Ugye, hogyha még a régi rendszerben lennénk, ez a termék egyébként már az új robot rendszeren van, ha a régi rendszerben lennénk, akkor ezeket ugye salgó polcokon tároltuk volna ezeket a termékeket, és itt a picking eljárás abból áll, hogy a picker kollégák ezekkel a picker kocsikkal mennek körbe a raktárba, ugye ezekre gyűjtjük össze a termékeket, itt minden egyes bin, minden egyes láda az egy különálló rendelés. Pontosan látszik ezeknek a rekkeknek a lokációja, látszik az, hogy egy adott termék melyik sorban, melyik oszlopban, illetve melyik lokáción helyezkedik el, és a rendszer ezt mondja meg a picker kollégáknak, kiszedik a terméket és behelyezik a ládákba. A mi termékünk viszont roboton van, úgyhogy sétáljunk is át a robotokhoz. Ez ugye egy teljesen új tárolási eljárás a WebShipinél, ugye most vezettük be idén őket. Elképesztő izgalmas, ez gyakorlatilag azzal a rendszerrel egyezik meg, amit az Alibaba használ a saját teljesítési központjában. Maga a rendszer egyébként pontosan ugyanaz, mint amit az Amazon is használ. Ugye ennek az a lényege, hogy nem az ember sétál oda a picking eljárások során a termékekhez, a polcokhoz, hanem maguk a polcok jönnek oda a kollégákhoz. Itt ugye azt látjuk, hogy ezek a robotporcívóhoz hasonló kis robotkák, gyakorlatilag alá mennek a polcoknak, felemelik az egész polcot, és a kiszedő állomásokhoz viszik az adott termékeket. Itt egy 1500 négyzetméteres területen, most jelen pillanatban 250 tároló polc van, és ezt 25 robot szolgálja ki. 25 robot. És mennyire van most ez tele ez a rész, és mi a további terv? Hát még abszolút nem, szépen fokozatosan terheljük a rendszert. Ugye az elmúlt egy év az integrációról szólt, ennek az volt a lényeg, hogy ezt a amúgy ázsiai robotrendszert, a saját szoftverét integráltuk a WebShipi szoftverébe. Nekünk az volt a fontos, hogy ugye nem tudjuk különállóan használni a robotokat, az volt a lényeg, hogy a két rendszert egyben tudjuk használni. Menjünk is át, meg tudjuk nézni a picker kollégákat, hogy hogy dolgoznak. Meg is érkeztünk ide a picking állomásokhoz. Hát így gyakorlatilag, ahogy mondtam, ugye a polcok jönnek ide a kollégákhoz, egyik operátoroknak hívjuk őket. Itt van Áron, aki egyébként jelezte közben, hogy egyébként megjött már a termék, na, amit vásároltál. Nagyon gyors volt. Ugye a hármas robothoz érkezett. És hát 12 percnél járunk. 12 percnél járunk. Áron csomagolhatja is, szeltetett ki a terméket. Ugye azt történik, hogy a monitoron ugye látszik azt, hogy honnan kell kiszedni a terméket, és látszik az, hogy lecsippantja magát a terméket, és világít az a doboz, amiben bele kell tennie.
és megnyomja a gombot akkor, hogyha ez gyakorlatilag készen van, és így ez azt jelzi, hogy ő már rakhatja is a futószalagra ezt a terméket. Úgyhogy tulajdonképpen át is rakhatjuk. Parancsolj, viszont, ez lesz a terméked. Igen, viszont, hogy tényleg megnézzük, hogy valódi ez a játék. Rajzoljunk rá valamit szerintem, jó? Rajzoljunk. Már itt tollatok esetleg? Nem bízom véletlenre. Nem bízom véletlenre, csak akkor már legyen tényleg életű a teszt. Rajzoljunk rá egy smiley-t, jó? Ki vissza is adom akkor. Jó, és akkor így gyakorlatilag mehet is. És mi fog most történni? És ez most elmegy a csomagolásra, úgyhogy sétálhatunk is át, oda megnézhetjük, hogy csomagolják be. Nézzük meg. Közben meg is érkezett a értesítő, hogy megváltozott a státusza, hogy megrendelés összekészítés alatt. Valószínűleg odaért a csomagoló állomáshoz. Erikánál van a termék, Erika meg is állt, hogy megmutassa, aha, hogy történik ez a folyamat. Gyakorlatilag ugye az árumozgató szalagon megérkeznek a dobozok, kiveszik belőle a termékeket. Nézzük meg egyébként, hogy tényleg a Smiley-s terméket kaptam. Reméljük. A biztonság kedvéért. Van rajta Smiley, van rajta Smiley. És gyakorlatilag ezután történik a termékeknek a csomagba helyezése, ugye itt a saját csomagolóanyagainkat használjuk. Tulajdonképpen beleteszik a termékeket, raknak mellé valami térkitöltőanyagot, nyilván azt is berögzítik a rendszerbe a csomagoló kollégák, hogy milyen térkitöltőanyagot használtunk. Aha. Viszont tegyük vele a stoppert, jó? Most járunk fél óránál, kérlek, ezt tedd bele, és akkor megnézzük, hogy tényleg megérkezik-e így a csomagunk. Nem bízzuk a véletlenre. Igen, gyakorlatilag ezek az önzáródó kartondobozok, ennek az a lényeg, hogy nem kell ragasztani már őket, ezzel nagyon-nagyon sok idő spórolunk, hogy tulajdonképpen nem ragasztjuk le magukat a dobozokat, és ugyanilyen könnyen ki is lehet őket nyitni. Rákerül a címke, ugye ez magától kijön a nyomtatóból, és már megy is a csomagolásra, és ez gyakorlatilag itt visszakerül a futószalagra, ami innentől kezdve majd a szortírozóra fogja küldeni a termékeket. Andris, hát köszönjük szépen, hogy megmutattad a csomag útját, itt a kulisszák mögé betekinthettünk, és akkor kíváncsian várom este a csomagot, remélem, hogy meg fog érkezni. Hát ezt én is remélem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ciao. Köszi, hello. Na sziasztok, hát 7:30 körül van most. Nemrég értem vissza az irodába a teljes napos forgatásról, a webshipitől, a Fóti központból, és hát most jött meg az SMS, hogy mindjárt érkezik a csomagommal a futár is, és pont meg is jött, úgyhogy be is engedem. Igen, tessék. Első emelet, köszi. Nagyon izgalmas, megérkezik a futárunk. Hello, csak annyi, hogy átveszem, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük is akkor, mi van a csomagban. Na, azt mondja, hogy itt fel kell tépni a csomagot. Ilyen is van. És... egészen pontosan 7 óra 53 perc telt el a rendelés óta, úgyhogy... Na, ez tényleg egy csoda, hogy ez működik a szolgáltás így. És megérkezett a Smiley-s telefontokon, úgyhogy működik a rendszer, úgyhogy rendeljetek ti is aznapi kiszállításra a WebShipitől. Sziasztok!